Sziasztok! Beszéljünk egy picit a közlegelők tragédiájáról. Mi is az a közlegelők tragédiája? Ugye ez a Tragedy of the Commons angolul, és hát a Commons itt Angliában azt jelenti, hogy ezek azok a zöld övezetek, ahol a commonerk, azaz a köznép, a fornép legeltetheti a nyáját. Mert ugye hát a többi föld az csak a nemesség számára elérhető. Szóval volt egy William Forster Lloyd nevű úriember, egy skót úriember, a 18. században, hogyha jól tudom. És ő megfigyelte a következő jó legeltetésre vonatkozó jelenséget. Az a premissza, hogy van egy terület, van egy legelő, és azon a legelőn juhokat legeltet egy juhász. Induljunk ki még a közlegelők tragédiája előtt, induljunk ki csak egy egyszerű szabályozó rendszerről, amiről beszéltem az egyik előző videóban, egy ilyen célkereső rendszerről. És ugye ez úgy épül fel, hogy tételezzük fel, hogy az elején a juhnyáj az csak egy kis számú juhból áll, de van legalább egy kos is. És akkor lassan, mivel elegendő nagy a legelő, ezért van elegendő fű, és lassan ez a juhnyáj tud szaporodni. És ugye azt mondtuk az egyik előző videóban, hogy ha ennek a legelőnek a mérete kellően nagy, akkor ez a szaporodás, a juhnyájnak a szaporodása, ez exponenciális növekedést fog eredményezni. Abból kifolyólag, hogy amikor az elején lesz néhány bárány, akkor utána ők felnőnek, és ők is tovább szaporodnak, és akkor ugye mind a lakosság, mind a növekedési, mind az új születések száma exponenciálisan fog növekedni, hogyha lesz egy konstans növekedési százalékos arány. Na de, ez csak addig igaz, amíg kezdjük a környezetünket, ugye ebben az esetben a környezet az maga a legelő, annak a határait kezdjük elérni és kezdjük feszegetni. Ez azt jelenti, hogyha megvan, hogy az a bizonyos területű és minőségű legelő, az 100 felnőtt juhot tud például eltartani, az azt fogja jelenteni, hogy ami után ez a szám meg lesz közelítve, akkor két dolog történhet. Az egyik, hogyha olyan típusú fűünk van, amelyik csak úgy egyszerűen, hogyha lehettük, akkor kihal az egész juhnyáj populáció, ugye, mert túl népesítik a környezetet, és akkor egyszer csak, amikor megszületik majd a 101. juh is, akkor meg fogják enni az összes füvet, és hogyha az összes fűnek természetesen a regenerációs ideje valójában nem végtelen, de hogyha hosszabb, mint a juhoknak az átlagos éhségbírási időtartama, hát akkor bizony kihalnak az egészen.
És mivel kihalnak az egészen, ezért a populáció nullára csökken, és nullából nem tud újraindulni ez a rendszer, és akkor valójában kihaltak a juhokörökre. Egy másik lehetőség az az, hogy a fűnek a visszanövési sebessége irrealisztikusan gyors, és akkor esetleg be tud állni, hogyha nagyon ügyesen be van ez a fűnövési sebesség lőve, nagyon jól be van kalibrálva, akkor elméletileg be tud állni egy olyan helyzet, amikor ennek a fűnek a visszanövési sebessége pontosan olyan gyors, mint ahogy azt a juhok, a 100 juh fogyasztja, úgyhogy amikor elérik a 101-et, akkor valóban egynek már nem lesz elegendő táplálék, de hogyha az meghal, akkor a maradék 100-nak annak lesz elegendő táplálék. És folyamatosan ez a fű visszanövési sebesség az tud egy olyan szinten maradni, hogy ezt a 100. juhot azt még el tudja tartani, de a 101-et azt már nem. Ez eddig csak egy szabályozó rendszer, ahol van egy véges kincs, ugye? Ez lehet általában ugye például egy altalajkincs. Ugye van egy nagyon híres könyv, a Limits to Growth, amit Donella Meadows és társai írtak az 1970-es években, és az arról szól, hogy az emberiség 2000 és 2050 között el fogja érni az exponenciális növekedés határát, és utána, vagyis ebben az esetben a 100 juhot, ugye, ezzel az analógiával élve, és utána drasztikus csökkenésnek indul minden emberi rendszer. Például a GDP, vagy kis időeltolódással a lakosság is, vagy a népesség is. És ez valójában ugyanezen az elven alapszik, hogyha egy rendszert tehát a határ értékén próbálsz működtetni, te túllősz annak a terhelési kapacitásán, akkor lehetséges, hogy a regenerálódási ideje ennek a környezetnek az hosszabb, mint neked ez enélkül az árucik, vagy a termék, vagy az altalajkincs nélkül való maximum idő, amit ki tudsz húzni. És akkor ezáltal valójában összeomlik ez a rendszer. És ezt nevezik a gyors összeomlásnak, vagy a Seneca sziklának, ugye, hogy nagyon sok rendszer ilyen nagyon szépen növekedik ilyen exponenciálisan, és akkor egyszer csak, amikor túllőtt a kapacitásod, akkor mintha egy szikláról leesne, teljesen összeomlik. Na de lássuk, mi van, hogyha két juhász van ezen a közlegelőn, ezen a commonson, nem csak egy. Akkor az elején, ugye, ha még csak néhány juhot legeltet mindegyik, addig valójában nagy boldogságon tud gyarapodni mind a két nyári. Mert a rendszernek a terhelési kapacitása, a környezetnek a terhelési kapacitása, azaz a legelőnek a mérete, az sokkal nagyobb. Az elbíró képessége az sokkal nagyobb, mint amekkora keresletet ez a két juhnyáj jelenleg képvisel.
Na de idővel, ugye be fog következni az a helyzet, amikor a két júnyáj az pontosan akkora lesz, hogy ketten együtt már túltolnák a rendszert ezen a terhelhetőségi értékén, és akkor persze összeomlik az egész rendszer. És na most a juhászok valójában nagyon okosak, és ezt belátják, hogyha hagyják a dolgokat saját maguktól zajlani, akkor előbb-utóbb az lesz, hogy túl fognak lőni a júnyájuk, túl fog növekedni ezen a legelőnek az elbíró képességén. És akkor egy picit leülnek, gondolkodnak, és rájönnek, hogy ha végül is ez elkerülhetetlen, hogy túllőjünk közösen a két júnyájjal ezen a terhelhetőségi kapacitáson, akkor valójában, tehát hogyha egy véges számú közjóról van szó, ebben az esetben a fűről, akkor valójában neki a legjobb stratégiája, a legnagyobb érdeke az, hogy minél több juhot hajtson ki erre a közös legelőre, és minél többet vegyen el a közösből. És akkor persze a másik juhász is rafinált és rájött erre, úgyhogy a másik juhász is minél több juhot próbál kihajtani erre a közös legelőre, hogy neki is minél nagyobb arány jusson ebből a közösből. És akkor az történik, hogy ugye még az előző esetben mondtam, hogy fennállhat egy ilyen nagyon törékeny, de elméletileg lehetséges egyensúly, hogy pontosan a fű növekedésének a mértéke az pontosan akkora, mint a juhok szaporodásának a mértéke, és akkor beállhat ez az egyensúly. Ellenben, ebben az esetben, mivel mind a két résztvevőnek, mind a két játékosnak az az érdeke, hogy minél gyorsabb növekedést érjen el, ezért ebben az esetben a rendszernek a túllövése az gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen. És akkor persze az egyik megoldás erre a problémára, ugye ez egy dilemma valójában, mert nincsen optimális megoldás rá. Tehát valójában az egyetlen optimális megoldás az lenne, hogyha a két juhász, és ugye ez egy egyszerű eset a valós életben, sokkal inkább 1000 juhász használ egy közjót egyszerre. De hogyha viszont maradunk a példánál, hogyha két juhász elméletileg kiegyezne, hogy már pedig ők nem fogják túlszaporítani a nyájukat, hanem betartják azt a kvótát, ami rájuk vonatkozik, akkor elméletben meg lehetne tartani az egyensúlyt ebben a rendszerben, csak hát ugye az a baj, hogy azért beszélünk komplex rendszerekről, mert benne van ez a társadalmi, emberi faktor, és az emberek szavának a betarthatóságának a megjósolhatósága nem egy, hanem kisebb, mint egy. És akkor ugye van az a, tehát ilyen játékelméleti szempontból valójában a juhásznak nem az a legjobb stratégiája, hogy ha csak nem ismételt játékokat játszunk, de az egyszeri játszásban a juhásznak nem az a legjobb stratégiája, hogy betartsa ezt a kvótát, hanem az, hogy ebből az egységnyi, 100 juhot képes eltartó területből minél többet ő vigyen el.
Csak itt ugye az a trükk, hogy ez csak egy ilyen egyszeri játszás esetén igaz, mert akkor vége tényleg végül 100%-os eséllyel kihal a teljes jó populáció. Én azért, mert eltűnik a fű, és a fűnek a regenerálódási ideje az hosszabb lesz, mint amennyit a juhok el tudnak bírni táplálék nélkül. Hogyha viszont a juhászok egy picit hosszabb távra gondolkodnának, és ilyen ismételt játékot játszanának, játékelméleti szempontból, azaz arra gondolnának, hogy ha végül is tiszteletben tartjuk a rendszer elbíró kapacitását, és betartjuk a kvótánkat, mondjuk 50-50 juhot, és nem szaporítjuk a juhainkat gyorsabban, mint ahogy a rendszernek a táplálékának a növekedési sebessége megengedné, akkor végül is ez egy fenntartható rendszer lenne, és hosszú távon, tehát lehet, hogy ha ugye az egyszeri játéknál én kilövök a társammal, és megpróbálok mondjuk 70 egységnyi juhot elfoglalni a rendszerből, és a másiknak jut 30, és utána kész kihal a legelő. Ellenben az ismételt játékoknál lehet, hogy minden idő egységbe pontosan egy juhot hozzá tudnék tenni. És akkor így végül is néhány időlépés után eljutnék ugyanarra a nyereségre, mint az egyszeri játéknál, csak ez persze hosszabb távú gondolkodást igényel, és persze lehet, hogy valós előnye van annak, hogy először én jutok a 70 júra a juhásznak az életben többi űzött többi tevékenysége során. És ez a tragedy of the commons, ezért hívják tragédiának, ugye, mert valójában ez egy olyan dilemma, amire nem nagyon van pozitív megoldás.